a világ erői, a körülöttünk és bennünk lévő erők, építő és romboló erők. Az építő ember, a homo architectus, az mindenképpen az építő erők mellé kell, hogy álljon, mert az ő tevékenysége az ehhez kapcsolódik, és ez a lényege. A kérdés azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy gondoljuk. Amikor Mózes lejön a Sinai hegyről, és lehozza a két hatalmas onyx táblát, amire fölvéste a 10 parancsolatot, és meglátja az aranyborjú körül táncoló sokaságot, akkor iszonyatos dühre gerjed, fogja a két onyx táblát, összetöri őket, és szétveri az aranyborjút, és elzavarja a sokaságot. A kérdés az, hogy rombolt-e, avagy épített. Ezt a kérdést egy nagyon kedves barátom sok évtizeddel ezelőtt tette fel nekem, és azóta is gondolkozom rajta, és érdemes ezen a kérdésen elmélyülten, alaposan és hosszú-hosszú ideig gondolkozni. Az organikus építészethez organikus gondolkodás kell. A város építészetben egy egész különleges dolog organikusan gondolkodni, ami azt jelenti, hogy a várost nem tárgyak halmazának tekintjük, hanem üzenetnek is, amit apáink, nagyapáink, dédapáink, nem tudom kicsodáink üzennek nekünk. Mindenek előtt meg kell hagyni a város szerkezetét, meg kell hagyni a telekbeosztást, az eredeti telekbeosztást, és lehetőség szerint a város léptékét, nagyságrendjét is tartanunk kell. Nem lehet olyan léptékbeli ugrásokat csinálni, ami nem szerves folytatása az eddigieknek. Minden, amit itt a Földön az emberek tesznek vagy mondanak, a magasságokból veszi eredetét, ahonnan minden lényeges tulajdonság szétárad, mérték és egyensúly szerint. Így hát semmi sincs, ami nem fentről származik, és nem oda tér vissza.